nincsen percem, mert menjek uszodába, de nagyon szeretlek titeket, kutyák. És azt tudja, hogy ki a kutyapártos képviselő? Nem én. Nem is vagyok rá kíváncsi. Sziasztok! Megkérdeztük a második kerületieket, a budai polgárokat, az utca emberét, hogy mit gondolnak az önkormányzásról, politikáról. Mitől jó képviselő egy képviselő? Elég, hogyha bemegyünk szavazni a képviselőtestületbe? Vagy fontos, hogy ha vannak önálló, aktív tevékenységeink? Jó az, hogyha a lakosok írják meg egy párt programját? Ez veszélyes! Gyertek velünk, tudjuk meg, mit gondolnak erről az emberek. Hogyha most mondok neked 5 dolgot, akkor megpróbálod kitalálni, hogy melyiket kezdeményezte a kutyapártos képviselő? Jó? Legyen meleg étel a hajléktalan melegedőbe és hajléktalan rehabilitációs program. Szociális tűzifaként használja a kerületben kivágott fákat az önkormányzat. Lehessen szabadon utca zenélni a kerületbe, a zene világnapján legyen erre ünnep. A negyedik az az, hogy lakjunk jól egymással társasházi program, tehát hogy foglalkozunk a társasházi együttélésekkel, illetve a kerületi lakosok kapjanak pénzt közvetlenül pályázaton, hogy a saját közösségi rendezvényeiket megvalósítsák. Az utolsó talán az, ami... Ez a helyi rendezvények támogatása talán az... A kajásat. Kajásat? Mert amikor ingyen adjunk kaját a hajléktalanoknak. A hajléktalan melegedőben. Aha. És miért ezt tippeled? Nem tudom, mert ilyen emberik. Mert a kutyapártosak? Emberik. Aha. Tehát ember közeli, mivel az állatokat is szeretik, ezért gondoltam, hogy kicsit emberibbek, mint a többiek, akik a saját zsebüket tömik általában. Mindegyik valamilyen módon a közösségépítésről szól, illetve... a rászorulóknak a segítéséről. Úgyhogy nehéz a döntés. Mert hogy alapból ez a két dolog lenne az, amit a kutyapárthoz társítana? Az én fejemben egy olyan fogalom van, hogy a kutyapárt ez ilyen helyi issukkal foglalkozik. Legyen jobb nekünk itt, ha már itt vagyunk. Nem tudom. Akkor a negyedik ez a lakjunk jól egymással? Vagy hát én kettőre tippelnék, a szabad zenélésre és erre a közvetlen pályázati dologra. Én erre a kettőre tippelnék, de nem tudom pontosan. A zenélést tudom elképzelni, ezt a hogy ezt a kutyapárt javasoltáig, én nem tudtam, hogy ez tilos a kerületben. A szegények segítése. Mindegyik olyan dolog, ami jó is kell. Köszönöm szépen. Tényleg nem a vizsgáztatás volt a cél, hanem érdekel, hogy... Lerántatom a leplet? Igen. Mindaz 5 a kutyapártos képviselő kezdeményezést csinálta meg. Mit szólsz ez? Tökéletesek.